Már az érkezés napján csoportokba szerveződtek a bulekok. Az elsősöket a felsőbb évesek vezetik be az egyetemi élet rejtelmeibe. Van, aki már nem először felvételizett a Georgikonra, így konkrét elvárásokkal érkezett a táborba. 6. éve ide árok az egyetemre, és arra, hogy megismerkedjek az elsősökkel, maga jó, hogy jó hangulatban legyek, és hogy újra belépjek az egyetemi hangulatba. A tábor jó alkalom arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek leendő csoport és évfolyamtársaikkal, oktatóikkal és a felsőbb évesekkel. A megnyitón már átfogó képet kaphattak az épületekről és a szakokról, de szórakoztató programokkal is készült a hallgatói önkormányzat. Megpróbáljuk neki az összes egyetemi helyszínt, szokásokat, például a főméltóságokat bemutatni nekik, meg hogy milyen egyetemi rendezvények vannak, és ugye a Balatonpartnak a csodáját is meg kellene ugye mutatnunk nekik, mert ez egy kifejezetten nagy érték itt a Keszthelyi kampuszon. A megnyitón Rózsa László arról beszélt, a hallgatók napra kész, gyakorlatias tudást kapnak az egyetemen. A kampusz főigazgató azt kérte az elsősöktől, legyenek büszkék arra, hogy Európa legrégebbi agrárfelsőoktatási egyetemén tanulhatnak. A Georgikonnak 227 éve fontos a tradíció. Nálunk ez egy hagyomány, hogy nálunk nem gólyatábor van, hanem bulektábor van, és ez abból is fakad egyébként, hogy itt a Georgikon által közvetített értékekre, a 227 éves hagyományokra építkezünk, és hát nálunk nem hagyományos nótákat, gólyatáboros nótákat énekelnek hallgatók, hanem például a gazdásznótákat, nálunk megtanítjuk azokra az értékekre, amik nekünk fontosak a hallgatóknak. A bulek tábor vasárnapig tart. Az első éves hallgatók a tanévnyitón tesznek ünnepélyes esküt.